Hát jó estét újra a hosszú-hosszú nyári szünet után. Elkezdjük az új évadot. Tart egészen 2025. május végéig. Most már minden vasárnap. Az új évad első vendégei. Szuper csapat egyébként. Itt van Risto Bédi. Oroszlán Szonya. Németh Kristóf. És a másik vastaps vadász, Csonka Bandi. Nem másik, az első. Erre vártam, én annyira értelmetlen az életem enélkül. Erre vártam hónapokig, hogy újra felcsendüljön ez a jó kis hashtag bocskor tapsom. Értelmetlen az életed tapsni, mert akkor miért ezt a pályát választottam? De hogy egy taps és taps között van különbség, ez egy egyértelmű siker, nem? Tehát ez egy egyértelmű. És úgy érezted, hogy a te tapsodra... Semmit, mert az adás elején történik, tehát utána bármi történhet, nekem meg volt a tapsom. Ó, lesz itt, de úgy érezted, hogy a Kristóf ellopta a te kis tapsodat? Egy kicsit belegyalogolt ebbe a dologba. Én érzem a szándékot, de jobb, hogyha nyugton marad. Mert... Istenem, nézem a Kristóf arcát, mert utoljára ugye akkor beszéltünk még rádióban, amikor még... Amikor még, hát hogy mondjam, ütés nem érte. De erről majd beszélünk egy picit később. Mindenkinek remekül telt a nyár? Szuper volt? Hú, nagyon, jó. Meleg volt. Ez az. Jó, valahogy kikeveredünk ebből is. Évi, mi is találkoztunk egy rádiós konferencián. Tényleg hadd dicsérjem meg, mert Évi... olyan fantasztikus riporter volt, ez egy ilyen tényleg rádiós konferencia volt, egy szakmai, és én őt kértem fel, hogy a velem folytatott beszélgetést valahogy kreálja meg, és abszolválja, és tényleg remek, nagyon, egy remek riporter, tényleg. Bravo. Jó, de ezt hagyd mondjam el, hogy volt, és tényleg csak azért az adás elején, hogy utána mindenki értse, hogy mi van köztünk, jó? Szóval, hogy... Nyugodj meg, ezt mindenki érti, hogy mi van köztünk. Jó, de hogy néha kell dicsérni. Tudjátok, egy jó házasságban fontos, hogy néha megsimogassuk a buksit, jó? És már mi nem a kutyát, hanem... És képzétek el, hogy felhívtak ebből a workshopban, hogy hát lenne egy kis gond, vagy nem gond. Igazából azt mondta Bocskor Gábor, hogy velem szeretne beszélgetni. És képzeljétek el, hogy én ritkán vagyok büszke magamra, de az, hogy én ezt így megkaptam lehetőségként, én ültem a kocsiba, és én üvöltöttem a boldogságom, hogy úristen, egy szakmai napon én beszélgethetek vele, úgyhogy én külön köszönöm az élményt, és nagyon-nagyon készültem, hogy ne hozzak rá céget. És nagyon-nagyon jó volt. Nagyon jó volt, tényleg. Na, gyerekek, miután többet nem tudtatok mondani a nyaratokról, csak annyit, hogy meleg volt. A buksi simogatás után le kell csatlakozzak. Nekem meg volt az első koncertem nyáron, közös koncertem Csonka Bandival, tehát ezt azért szeretném. Hát várjál, úgy volt közös, hogy ő lencsápolt a nézőtér állatot. És senki nem kérte meg rá, de feljött a színpadra, érted? Tehát feljött a én műsorom közben a színpadra a gyerekével, aki ellopta a sót, és elkezdtek énekelni. Zalakaros, hogy hol voltunk? Igen, le voltunk, az Alában nyaraltunk a családommal, és hát láttuk azt, hogy ilyen szombatesti, egy ingyenes program van. A főtéren mondták, koncert lesz. Kimentünk, és én hátraláltam a színpadnak, és valaki mondta, hogy és akkor a színpadon Csonka András. És hátrafordultam, és tényleg feljöttél abban a pillanatban a színpadra. Én előre rohantam ugye elsőként, hát téged üdvözöljek. Belekonferáltam, és belebotlok az elsősorban, ott áll a gyerekével, egyébként a zenekar neve Midlife Crisis, hát ki lehetett volna a sztár vendégünk, mint én, ugye? Sztár vendég Csonkás. És a legnagyobb dolog történt, a Ding Dong szövegét elfelejtette, tehát azt képzeljétek el, hogy... Abba mit lehet elfelejteni, hogy Ding Dong, Dingi Dong.
Gyerek, átfutott egy laza pánikroham rajtam, de utána inkább jöjjön fel a színpad, és akkor ott megoldottuk. És akkor fölmentünk, és a kisfiam 4,5 éves Levente, ő valóban ellopta a sót, tehát ő ott köszöntötte a tömeget, óriási siker volt, aztán hagytuk bandit, én meg a lázat a laza kullogtam. Úgyhogy ilyen nyarunk volt. Szóval ilyen egy csonka koncert, bárki felmehet. Ingyenes. Ingyenes. Na, gyerekek. Ilyen nyugdíjas nap volt egyébként. Hát zanakaroson mi más, ne viccelj. Na, mi segítünk egy picit a nyári élményeiteknek a felidézésében, ugyanis egy ilyen kis játékot találtunk ki az elejére, különböző képeket fogunk mutatni. A ti nyaratokból nyilván loptunk innen, onnan, amonnan képeket, és Ági, ami brilliáns szerkesztőnk, egy óriási trükkel ránagyított annak a képnek egy részletére, és csak azt fogjuk látni, jaj, és ki kell találnunk, hogy ez... Mert én fecskébe járok mindig nyáron. Vajon kinek a fecskébe látszik a képen? Ez csak én lehetek. Német István vagy Oroszlánszonynak. Aki a saját képét látja, az tereljen, tehát tegyen úgy, mintha ő is találgatna, jó? Tehát, hogy... Nem az én fecském, nem! Ott nincs miről beszélni, az én vagyok. Na, kezdjük el, és aztán nyilván megtudjuk a sztorit a kép mögött, jó? Na, itt az első kép, és... Valaki beleesett a pocsolyába. Ez Bondi fecske. Én is azt sejtem, hogy Bondi. Balaton, ott vannak ilyen parton, ilyen strandolók, tehát ez valamilyen, igen, talán egy szabadszal. Ez Zalakaros, nem Bondi? Nem volt idő, akkor a Kristóf. Ez maga a koncert. Nem voltam, hogy vízi színpadon volt. De én is, én is. Szerintem az egy fecskecsicske. Viszont ez a comb, ez a comb. Belóg egy testrész. Igen, de az a comb az inkább a Kristóf combja, az nem a Bandi combja. Gábor volt az a kacska combja. Nem voltam volna. Vagy valakinek a párjái a hölgyek az közül esetleg. Az nem is egy comb, az egy könyök. Milyen könyök? Nézzük meg. Nagyon terelsz. Nagyon terelsz, Bandi. Milyen spontán, nem? Milyen spontán kép? Tehát, hogy futkározok a Balaton. Hashtag gyertek Zalakarosra. Egész jól nézek ki. Hát ez nem én vagyok. Ez a várjál, ez egy medence? Ez egy hölgy. Medence. Ez egy szép... Ez egy... Akkor ezzel Szonya a lovaglás után... Csúnya nyíltörés. Egy csúnya nyíltörés a jeges vízben. Igen, de tényleg. Szonya, ez te vagy. Nem, ez a Risto Vévi lesz, én azt mondom. Ez a Risto Vévi nem úszik. Hát nézzetek már lábamra. Hát dehogy is, láttatok már elefántot. De pont azért ilyen. Mind a két lábát használja az úszáshoz. Nem, én nem úszom. Most szólok nyáron se. Tehát semmikor nem úszom. Jó, van, kinek mi a tipje? Akkor oroszlál, Szonya. Szonya. Én? Te is lehetsz egyébként. Hát azért a Gábornak kicsit más a lába. Ez a Szonya. Valaki is tudja. Nézzük meg a képet! Ez ki? Jó, hát akkor ez, akkor ez te vagy. Ez én vagyok. Ez vagyok. De mit csinálják? Nem, az van, hogy évek óta, nekem van egy ilyen takarítási mániám egyébként. Pulgáj vagy? Senki nem tud nálam jobban takarítani. Ez így van. És ezért a medencét is a Balatonon én takarítom. De viszont úgy csinálom, és mivel meleg volt egész nyáron, ezért táncolok, balettozom, igen, és ja. közben szoktam a medencét takarítani. Szonya, én úszodában dolgozom, de én még nem láttam a gépészeket így takarítani. Várom a felkéréseket a jövő nyárra. Igen. Nézzük a következőt. Na. Hát ez a Kristóf. Hát a rák, nem a rák miatt mondom, de hogy te mindig zabálsz valahol, valamilyen családi. Te mindig zabálsz valahol. Mindig meg is osztod egyébként, de én szeretem, hogy zabálsz. Évi, ez nem volt. Te leszoktad enni magad, nem? Lesz a maga, persze. Aha, előtted. Ez a Risto Vévi lesz. Risto Vévi nem eszik kagylót se. Jó, nézzük meg. Ne csinál már most mindenre. Nem eszik. Óriási! De miért 10 évvel ezelőtti képet tettem? Ez idén nyáron, ez Livornóban volt. Olaszországban a lányomékkal voltam nyaralni,
és ott van egy ilyen helyi specialitás Livornóban, úgy hívják, hogy kacsukó, és egy ilyen hallé, leves, kagyló, polip, minden izé, és hát az nyilván fröcsög, és akkor nyakamba akasztotta az olasz csávó ezt a izét. Ja, nézzük a következőt. Ó, hát ez Kristóf. Na, ezek a Kristófék, sokan vagytok. Hát ezek a drinkek. Sokan vagytok, igen. De várjál, csak az órája. Te kockás terítő, ez órája. Is zalakaró. Az órája. Az... ez a koncert ez előtti. Mindig ez mindig a koncert előtt. Előtt, amikor bezomáltam. Ez a kávé üdítő. Kristóf, te vagy az. Nem igen, tudom megmondani, Kristóf, nem mondom őszintén. Annyi helyen előtt. Nézzük meg. Könnyen lehet. Hát ez én vagyok, csak ott az olimpia, az olimpia. No! Ott az olimpia. Hát hogy mondjam el, hogy ez az olimpiai bajnokok testülete, és akkor végig is mondanám, ugye egy asztalnál több mint 10 olimpia arany ül. Dr. Ladár Sándor, ugye a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Szabó Zsó, Gyurta Dániel, Darnyi Tamás, Rózsa Norbert és Cene Attila. Úgyhogy... Wow. Na nézzük a másik, a következőt. Most ez mégiscsak egy úszoda. Most mondanánk, hogy ez biztos, hogy hát nem járok úszodával. De ő meg jár, neked van iskolád. Hát persze, igen, hát de ez nem az az úszoda, még biztos vagyok benne. De ha én lennék, nagyon megdöbben. Akkor ez várj, akkor ez zalakaros. Bandi pedig jár úszni. De ez akkor zalakaros, csak azt nem tudom, hogy Bandi vagy a Kristóf. Ez a Bandi koncertje megint, csak ez a backstage. Átfutottam, volt idő, még fölléptem abba, de úszodában. Ez te vagy az úgy gyerekekkel. A gyerekekkel. Te vagy a gyerekekkel. Na nézzük meg. Akár nézni a fület. Ez Bandi. Nem létezik. Na nézzük meg. Észdalakaros. Nem. Szentendrei úszoda. A V8, vizes 8-as. És így úszol ilyen szemüvegbe? Igen. Nem félnek tőle? De. Ez volt a cél. Ez nem sportszemüveg? Tehát ez nem ilyen, mert nem versenyzünk? Hát verseny, mindegy, mit csinál ebbe, de... A fotó után kifújtad a levegőt? Mert látom, itt eléggé bent tartod. Édes Bandikám, szeretnéd te így bent tartani. Mennyit ússzol? Hát 2000 méter. És hányszor egy héten? Hát 300 méter. Ez egy havi adat? 2000 métert? Én 600-at úszom, az nem elég? Hát az 30 hossz. Hát az 30 hossz, az nem elég? Dehogy nem, az nagyon... Az 20 méteres medencé. 20 méteres medencé? 30 hossz a 20 méteres medencé? Hát most mire vagy olyan nagy? Jó, de 600-at úgy kell kezdeni. Nekem is úgy kezdtem, hogy 500 méterrel kezdtem, már nem viccből mondom. A gyerekek meg siklással kezdik. A 600-at úgy kell kezdeni, 500-al kezded. 500-al kezded, és egy 100-as ráhúzol. Amikor már nagyon megy az 500. Na mi van még? Nézzük. Jaj, kutyus! Hát ez... Na jó, hát ez vagy... Hát a marcipán nem ilyen... Nagy. Nem ilyen csapzott. Ez a Kristóf keze. Szerintem. Hát aha. Neked nincs kutyád. De várjál, de neked van a fosós kutyád, szólja. Ugye? Nem fosós kutya. Bocsánat. Hát teljesen másképp néz ki. Az én kutyám az nagyobb is, meg sárga. Akkor ez Évi. Sajnos tagadnom kéne, de nem tudom. Hát ez a világ legcukibb kutyája. Na, hát akkor ez marcipán is Évi. Nézzük meg. Ilyen koszos? Nem, de ilyen. Gyerekek, elvettem a gyáron a kutyám! Na jó. Hallod, még te is elhitted, hogy marcipán. Én elhittem, mert mondtad, mert olyan szívmelegetően. Én is jó, annak véltem. Neked is van kutyád, jó. Na, gyerekek, a mi Bandinknak van még egy nagyon-nagyon különleges nyári emléke. És most ez következik. Gyakorlatilag egy videót fogunk bemutatni. Gyakorlatilag te a nővéredet akartad átverni, ugye? Azt hazudtad a nővérednek, hogy a turisztikai ügynökségnek kell készítened egy videót arról, hogy milyenek a balatoni mindennapjaid. Nem, hogy egy családtagommal, tehát nem egyedül, ültessem egy családtagot magam elé, és akkor majd se jövünk a balatoni nyarakról, és mondtam neki, hogy ez nem élő, tehát majd én összevágom. Majd tehát... összevágod, így van. Na ezt nézzétek meg, zseniális. Hát ez... Jó? Nem. Sziasztok, Csonk András vagyok, nagyon sok szeretettel köszöntöm mindenkit, de mutatom a nővéremet, Editet. Sziasztok. Aki egyébként nekem Dodi.
És hát ugye a balatoni nyarakról van szó, erről mesélünk nektek egy picit, hát hogy hogyan is zajlik mondjuk egy nap. Hát én általában úgy szokott kezdődni, hogy én itt is szeretek egyébként elég korán kelni, 6:30 felre fölkelek, és a mozgást nagyon fontosnak tartom, és elmegyek egy kicsit futni körbe-körbe, mert azért az gondozálló képességnek nagyon lényeges szerepe van. Várjál, most meg kell csinálni, majd utána összevágom. Korán kellek, és korán is fejeződik be ez az egész még hajnali órákban, ezért azért meglepem a családot egy kis reggelivel, tehát én szoktam készíteni általában a reggelivel. Ezt már kell sem bírod. Várjál, neki, várjál meg kicsit. Néha azért mondjuk én, ha már itt vagyok lent, akkor szeretek hódolni annak a hobbinak, amit egyébként Pesten a munkám miatt nem igen tudok űzni. Itt van a kertben egy ilyen kis barkás műhelyem, és itt szoktam. Van egy kis barkás műhelyem, és általában itt baráti megrendelésre szoktam általában intarziákat készítek, bútorokhoz, vagy ilyen. Várjál, most komolyan tényleg ügyéskedj már. Sokszor szoktam halat sütni, és egyéb nagyon finom zöldségeket, amiket így. Én magam a piacon szoktam egyébként megvenni, mert azért ez nagyon fontos, hogy a hazai termelőket itt a Balaton is támogatjuk. És neked mi a véleményed erről? Várj egy kicsit, és nekem kell várni, hogy röhögés vett, befejezzem, borzasztó. De Bandi, a végén még mindig azt mondtad neki, hogy ezt még meg kell várni, és akkor ez lesz az igazi? Mikor oldottad fel? Hülye vagyok, mert egyébként ezt úgy kellett volna csinálni, hogy nem mondom meg, hogy miről van szó, és még csinálok még videókat, és aztán utána nem teszem közé, most már nem tudok csinálni soha többet ilyet vele, meg senkivel, mert nyilván tudják, hogy hazudok. Hát de ez tragédia volt, de egyébként hát imádom. Tényleg sütsz halat? De az volt... Barkácsolás közben! Ehhez képest hogy ott teltek a mindennapjaitok ott? Minden, ami nem ez. Tehát minden, ami nem barkácsműhely, intarzia, túrázás, reggeli készítés, ebédfőzés, piacon vásárlás, reggeli futás, sport. Ezek nem voltak, minden más volt. És te ehhez képest mivel járultál hozzá a családi nyaraláshoz? Én nagyon sok szimpátiával és szeretettel és ragaszkodással tényleg próbáltam ott jelen lenni mindig. De tényleg zseniális, hát egy csodálatos csaj. Tehát készült 8 TikTok videó, 16 Instagram edzés. Neki azt akarta, vegye le a szemüvegét, mert hát ugye akkor a személy látszik, hogyha... De az így is látszott, hogy elkerekedett a tekintetet, de jobb is volt, egy kicsit eltartotta magától ezzel a szemüveggel az egész. De olyan édes, hogy próbálj tartani magát, szóval segítsen neked ezen a videóval. És én lehet volna, hogy ne maradja, meg kell csinálni, hagyjad már. Szóval ugye ez a, mi ez, turisztikai ügynökség? Igen. Nektek van-e az a pénz, ami miatt ti szemrebben és nélkül hazudnátok az Instán? Persze. Simán. Mindannyian szoktunk hazudni az Instán, szerintem. Az egész Insta erről szól, nem? Erről szól? Nem, erről szól. A hazugságot nyilván nem. De van az a pénz, amiért... Kolpásodik a hajam. Hát amiért az ember szívesen reklámoz hazudik. Mondjuk termékeket, vagy... Hazudva vagy, is. Akár hazudva. Nem csináltál még ilyet, de... De csinálna. De csinálnál. Csináltam. Nem. De szívesen. De figyelj, szerintem ez olyan, hogy tényleg az verse ránk a követ, aki nem csinál. Tehát ez is a munka része az, hogy beválasz reklámokat az Instagramon, mert tök jól fizetnek egyébként. Nyilván az ember megpróbál azok közül válogatni, ami egy kicsit úgy testhez illő, és úgy tudsz vele azonosulni, de mindenki ezt csinálja. Tehát mondjuk a hazugság, hát hazugság rátenni egy filtert mondjuk, vagy hazugság az, hogy más mondok, mint amit reklámozom, vagy mit nevezünk hazugságnak. Szerintem a filter
Az egy nagyon nagy hazugság. Persze, de csak én most arra lennék kíváncsi, hogyha a Bandinak megjelent volna ez a videója megvágva ezekkel a hitelesnek tűnő történetekkel a turisztikai ügynökség igen, nevében. Ez így egyébként tényleg elég ellenszemesnek tűnhetne akkor, de szerintem ezek egyébként, tehát az hazugságnak az a kategóriája inkább csak egyfajta egyrészt füllentés, másrészt egy kicsit túlszínezés a dolgoknak. Tehát azért nyilván sütöttem már halat, nyilván voltam és már futni. És azt megette valaki? Én. Én nagyon hűséges rajongója vagyok a saját köztömnek. A csonkicsőr az mindenre képes. Tehát, hogy igazából ennél azért durvább hazugságok is vannak, ami már azért nehezebben emészthető, szerintem ez még nem az a kategória. Tehát is nagyon van. Gondolom, a reklámokra is. Nagyon, jön a reklámblokk most nálunk, ja, előtte azért hadd mondjam el. Előtte jönnek a hazugságok. Nem, mert ugye nyáron volt egy olimpiánk, arról is egy picit majd fogunk beszélni, illetve hát azért a Starbucksra is még visszatérünk, jó? Jövünk vissza egy pár perc múlva. És már folytatjuk is Risto Bélivel, Oroszlán Szonyával, Lélek Kristóffal és Csonka Bandival. Szóval, nagyjából összegeztük, hogy mi volt idén nyáron, meleg, volt egy foci EB is. Azt miért nem nézel? Csak hogy tudassam veled, és volt egy olimpia látod, is. Látod, a foci EB-ről lemaradtam. Lemaradtam? Na, volt egy olimpia, és megszületett a második nyílt vízi úszás aranyérme Magyarországnak, ugye évi után, pontosan napra pontosan 12 évvel rá, ugye? Abszolút. És Rasovszky Kristóf szerezte meg ezt az érmet. Te egyébként ezt a számot hogy nézted? Munka közben, privátban, hogy történt? Hát nagyon szerencsés voltam, mert hogy én ugye a Nemzeti Sportrádióban dolgozom, és képzeljétek el, hogy soha nem gondoltam volna, hogy egyszer az életben eljuthatok egy olyan helyre, ahol azt az olimpiai aranyérmet közvetíthetem, amelyben azt a sportágat én hoztam be a köztudatba, és pontosan napra 12 évvel azután, hogy nyertem, egy olimpia arany születik, és ezt mind élőadásban kellett úgy végignézned, és elmondani, hogy ő kicsoda, és hogy mekkora dolog. És te közvetítettél? Is. Nem csak közvetített, hanem ugye volt egy kommentátor, és ugye visszaadta néha a szót, és akkor nekünk ugye azonnal reagálni kellett rá, és mert azért hosszú ez a nyílt vízi úszóverseny, te is végignéztem. De már bocsánat, többiek. Hány kilométer, ezt még sose tisztáztuk. Mindenki tudja Magyarországon, nem, hogy 10 kilométer. A tiéd is 10 volt? Nem, 9987-88! Pontosan nem tudom megmondani. 10 kilométer egyébként maga a versenyszám. Ugye ez azért volt ennyire érdekes... Ennyire tippeltem egyébként. Mindegy, folytasd. És rögtön az elejétől elkezdted nézni? Nem, a végén csatlakoztam be! Ez volt, hogy a kommentátor mellett kommentál. Igen, és a lényeg... Igen. Na, és, szóval amikor az volt, két rádiós profi beszélgetett, és az elejétől nézted már, nem Gábor, nem kérdeztem. Igen, mert ő így csinálja a munkáját. És a lényeg az, hogy és a Dovertől Káleig is a végén ugrottam be. A többiek szenvedtek az elején, a végén beugrottam, jó, és úgy nyertem. Jó, most ne keverjük, mert tudom, hogy ott a vízben voltál. Honnan tudom? Most, mondta a bandit. A mostanit mond, itt hol voltál? Na, itt a stúdióban ültem, és úgy kezdtük el nézni, és ugye reggel 6-tól 10-ig van ez az adás, és ez körülbelül pár versenyszám volt az olimpián, de ez volt az egyik, ami reggel 7-től 9-ig tartott. Wow. És akkor mondták, hogy jó, akkor ezt viszont te fogod csinálni, és ami nagyon érdekes, hogy mellettem a Gyurta Gergely volt, aki ugyanúgy nyílt vízi úszó volt, tehát két nyílt vízi úszó, a következő olimpiai aranyat végignézhettük, életem egyik legmeghatározóbb élménye. Egyik részről az, hogy nem fejezheted ki úgy az örömödet, ahogy akarod, mert hogy azért élőadásban, és ráadásul a Kossuth Rádió is átvette a beszélgetésünket, ahol ott azért szépen kell beszélni, meg oda kell figyelned nagyon, és amikor van ez a belső öröm, én soha nem tudtam még nagyon örülni, nem más sikerének, hanem azt, hogy egy fiú, aki 12 év múlva megismétli azt, amit egyébként senki nem hitt, hogy képes lesz bárki ebben az országban, hogy nagyjából érre áll és nyer. És ez a fiú érre állt és nyert. Hmm.
azt olvastam, hogy te, mint szakember, ahogy nézted az úszást végig, te már azért előbb érezted, hogy elébb tudtad, előbb beleláttad ezt az aranyat, vagy érezted, hogy ez az lesz, és nem fejezheted ki ezt a fajta örömödet, és ezt a fajta... Hát ugye, azért nagyon fontos, hogy én például, én kimondom, hogy nyerhet. És tudom, hogy sokan nem mond, ugye nem lehet kimondani, mert miért mondjuk azt, hogy előre ne ígyunk ugye a medve bőrére, de azért azt tudni kell a nyílt vízi úszásban is, meg minden sportban így van, hogy azért tényleg a végén derül ki, hogy ki nyer, és az elején nem lehet valakire ráakasztani azt, hogy már pedig ő nyerni fog. De ez annyira benne volt a levegőbe, és hogyha megnézitek, akkor ő is 26-27 éves volt, én is 26-27 éves voltam. Szóval az egész egy ilyen sorsszerű dolog. Az, hogy ebben lett még egy bronzérem, és ne felejtsük el Bethlen Dávid nevét, aki azért volt óriási sportérték ennek, mert a Kristóf visszafordult, és szurkolt a csapattársának. Szóval igen. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy dolog, amit őket most ugye... Te hoztad fel Dover és Kalét, de ugye de itt most, tudom, de hogy meg akarom érteni az egészet most. Tehát most ugye ez a Szajnában történt. Igen. És ugye azt tudjuk, hogy a Szajna az most olyan mocskos, piszkos volt, hogy mindenki okádott a parton, a bokáját lehányta. Hogy nem azt akarom tőled kérdezni, hogy ilyenkor nincs-e olyan, hogy mit tudom én, a Macron kimegy egy kémcsővel, látja, hogy úszkálnak a szaldarabkák benne, és akkor van egy B-terv. Tehát nincs egy B-terv, egy B-víz? Csak A-víz van? Hát ugye azért Párizsban kevés más folyó van, amiben ezt megcsinálták volna. Ezt azt tisztázzuk, ugye itt a közvéleménynek meg a médiának nagyon nagy hatalma volt. Tehát azt tudni kell, hogy egy nyíltvízi úszóversenyen az olimpián kívül sem beszél senki róla, hogy milyen minőségű vízben úsznak. Most itt azért mert volt... Egy metropolisznak a közepén átfolyik egy folyó, ott vélhetően az is sok minden belekerül. Tehát ez nem olyan, mint mondjuk, igen, te szerencsés ezt... voltál Dovertől. Igen. Kálé. Azt akarja kérdezni, hogy kaptatok egy gyomorfertőtlenítőt, vagy valami. Hát mielőtt... nekik nem kellett, mert ők ott voltak. De mind úszók, ugye? Szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy itt a sportolókat azért nem kérdezik meg, hogy hol akarsz úszni. Ez, ha megnézitek, egy gyönyörű közvetítés volt. Tehát ha valaki látta ezt, a nap felkelte, tehát a párizsi nap felkelte, a Szajna, hogy kinézett, mármint, hogy így nem láttál semmit. Az egész annyira gyönyörű volt, és az, hogy ennek milyen vízminősége, ez pedig azért a rendezők felelőssége. De az, hogy ugye nagyon sokan hívtak meg, kérdeztek, hogy te úsznál-e, ne viccelj, olimpiai aranyér, bárhol, bármikor. Mert neked lehet, hogy ez az utolsó esélyed. Lehet, hogy a Kristófnak ez volt az utolsó esélye, és akkor nem kérdezed meg, hogy ez előtted most egy uszály úszik, vagy éppen más, megcsinálod, az és utána... Ez majdnem olyan, mint az instás hazugság, hogy bárhol bármennyiért. Tehát, hogy... Igen, abszolút így van, csak az egyikben van teljesítmény. És az nem az Insta. És Évi, mennyit nyel az ember egy ilyen? Hát úgy, mint az egész életben. Nem, most komolyan. Tehát, de hogy az Iván le tudod mérni, hogy mennyit pisiltél utána. Tehát, hogy mennyit, igen, mennyi a bevitel? Sok. De tényleg sok? Tényleg sok. Hát most nyilván itt van két úszó közöttünk, ugye a Bandi meg a Kristóf. És hát ugye van egy medencetisztító. Ja, hát nem. Én tudom a legjobban, hogy mit kell benyelni, amikor takarítunk. Na, pont annyit. Szóval, hogy óhatatlan, hogy ha elmegy melletted egy hajó, és akkor hullámzik, akkor azt lenyeled. Kemény. Jó. Neked akkor semmi más, nem voltak ilyen zavaró tényezők a vízben útközben? Hát most nyilván Londonban nem volt, de úsztam rengeteg helyen is, ott azért volt. És nem harapnak meg állatok? Hát a Szajnában nem azon gondolkodtál, hogy mi harap meg. De egyébként az is eszembe jutott, hogy a Szajna ugye folyóvíz. Így van. Tehát annak van egy áramlása. Ilyenkor a nyíltvízi úszó az árral szemben úszik, vagy az árral együtt úszik? Nagyon érdekes, hogy körbe kell menni, tehát egy körpálya van, vagyis hát, hogy ugye nem körpálya, lehet, hogy négyszög, vagy teljesen mindegy. A lényeg az, hogy van, amikor fölfele úszol, van, amikor lefele. És akkor el is árulom, hogy amikor szembe jön veled az ár, nehezebb, és amikor jössz lefele, könnyebb. Sokkal több a kosz, amikor szembe jön, mint amikor... Értem. Igen, nagyon jó. Ellentétben Kaléval. Te állóvízben úsztál? Igen, én egy tóban úsztam. Jó. Ha te úszol egy világrekordot, akkor azt a Szajnában meg se lehetne dönteni?
Az a nagyon érdekes helyzet, hogy ebben nincs világrekord. Tehát azért nincsen, mert hogy minden víz más. Tehát például Rióban az óceánban volt, itt vagy Londonban éppen egy tó van, itt pedig egy folyóban. Itt kimérik a 10 kilométert, de például ebben az esetben a Kristófék szerintem nem 10 kilométert úsztak, hanem 11 vagy. Uh-huh. Mert hogy ugye az áramlatnál is meg kellett keresni, hogy ha belül úszik, ott a legkisebb az áramlat. Mindenki látta, hogy bementek középre, kimentek a bójához. Szóval hogy ennek megvan így a technikája, és itt nincsen időeredmény, vagyis hogy mutatja az időt. Hát mutatják az időt, de az időnek csak az a funkciója, hogy az eredményeket megmutassák. Az adott versenyen az az idő számít, de nincs jelentősége. A rövidtávú úszóknál ugye mindig látjuk, hogy ők edzenek, ugye kimegy a, nem tudom, az M4 sport, vagy azt is tudjuk, ha nem edz valaki, nem megy el edzésre. Ti mindig nyílt vízen edzettek? Azért nincs ott senki? Nem. Mi mindig medencében edzünk. És sok lehet aztán váltani. Hát nem az, hogy sok lehet váltani, hanem képzeld, amikor edzésen azt mondja az edző, hogy akkor 10 000 gyors egyben. És ott állsz a rajtkövön, és azt nézed, hogy innentől kezdve még 200 hossz. Még el se indultál, 50 méteres medencébe. Én ezt csinálom az én medencémben, csak az 8 méter hosszú. Jó, de neked van muníciód minden hossznál. Így van, most egyébként Negronira váltottam, tehát az vár kint a parton. Akkor amúgy megmaradt az enyém, ugye? A többi sárdoni. Igen, az a tiéd. 10 000 hossz egyben? Nem 10 000 hossz. Azt én két hónap alatt úszom le. Nekem az két hónapnyi adagom. 10 000 méter és 200 hossz bandi. Ja, 10 000 méter. 50 méteres medencében. Ugye a 25 méteres medencében segítek 400 hossz. 400 hossz. És te volt, hogy elvesztetted a fonalat, hogy hol tartasz? Hát nem veszted el. Itt nem akarsz egy méterre se többet úszni. Nem, de hát kevesebbet lehet, hát azt nem... Hát az edző azért van, hogy számolja. És edző ott ül és 3 órát számolja a hosszakat? Igen, és akkor képzeljétek el, hogy én egyszer annyira ideges voltam, és azt mondtam, ha még egyszer le kell úszni egy 10 000 métert edzésen, akkor az edző végig sétálja velem. Nem hagyom, hogy üljön, és végig sétálta, képzeljétek el. Azért, mert egyébként kegyetlen unalmas. 1 óra? Hát 2 óra. 1 óra 50 valahány perc. A fiúk meg 1 óra 40 valahány perc. De ami nagyon érdekes, a nyílt víz úszásban, hogy most már egyre többször kimennek nyílt vízre edzeni. De azt tudni kell, hogy azt mondja az edző, hogy indulj el délnek, az nem olyan, mint hogyha versenyen hozzád érnek, melletted úsznak. Szóval ez egy nagyon kiszámíthatatlan sportág, és szerintem itt azok nyernek, akik a legjobban alkalmazkodnak azokhoz a szituációkhoz, amikre nem tudsz felkészülni. Hmm. Na, akkor maradjunk egy picit a sportnál. Kristóf, te jössz. Úszás. Igen, mert Kristóf azért tényleg nagy elismerés, de hősiesen helyet állt a Starboxban. És bravo! Én emlékszem arra, amikor ugye te még készültél, és a rádióban, telefonon beszélgettünk, és akkor ugye még... Ki sem tudtad mondani az ellenfeled nevét, én sem amúgy. Egyébként Bence az ő becsületes neve, de van egy művész neve, hiszen ő egy gangster rapper. És na most el kell mondjam azt, hogy ugye óriási nagy titok övezte, hogy kik vannak benne az egész Starbucksban, kik lesznek a fellépők, kinek lesz az ellenfele. És én már a mérkőzésem előtti napon, hát akkor már ugye egyértelmű volt, hogy másnap mindenki fog derülni, hiszen látni fogja mindenki. Az egyik legjobb barátunk kérdezte, hogy már mondd már meg, hogy ki lesz az ellenfeled. És mondtam, hogy nem mondhatom meg, értsd meg. És akkor a feleségemet fölhívta, és mondta, hogy Zita, mondd már el, hogy ki lesz, kivel fog Kristóf holnap megküzdeni. És azt mondja, jó, hát neked akkor elmondom, hát a srác, akivel meg fog küzdeni, nem más, mint Lümen Prala. És akkor Zsolti barátom, Váradi Zsolti azt mondta, hogy aha, értem, akkor nem mondhatod el. Volt a reakciója erre. De lényeg az, hogy Lümen Prala volt az én ellenfelem, aki valóban egy gangster rapper, és én onnét ismertem, hogy évekkel korábban már az ő zenéjét nekem a Lóci fiam megmutatta, hiszen Lóci Lümen Pralának nagy rajongója. Oly annyira, hogy én megnéztem az Instagram oldalát már korábban ennek a srácnak, Bencének, aki Grósz Bencének, aki Lümen Prala, és ott volt az én fiamnak az üzenete, a Grósz Bence egyik Instagram fotója alatt, hogy nagyon drukkolok neked, Prala, de apukámmal se lesz könnyű, mert nagyon készül. Úgyhogy az én fiam tulajdonképpen drukkolt az ő nagy ikonjának, de közben persze apának is, úgyhogy ilyen szempontból klassz volt, és
megvolt az első mérkőzés, Bence 20 évvel fiatalabb nálam. Ezt akartam kérdezni, hogy mennyivel fiatalabb. 20 évvel fiatalabb nálam, és nagyon jó kondiban volt ő is. Úgyhogy itt a második menet végéig tartott ez a küzdelem, amikor is technikai KO-val ő győzött. Erről beszéljük egy pillanat a bíró. Bocsánat, mert ugye akkor ott az volt látható, mintha nem teljesen értetted volna, hogy most miért vetnek véget a mérkőzésnek. Te akkor abban a pillanatban belülről nem érezted azt, hogy itt... Egyáltalán nem. Aha. Egyáltalán nem. Az volt nagyon érdekes, és ebben az egész Starbucksban, amivel kapcsolatban el kell mondjam, hogy mindaz, ami történt velem, azért én borzasztóan hálás vagyok. Azért a mínusz 15 kilóért, ami velem megtörtént, azért az életmódváltásért, azért, amiért a családom is mai napig hálás, nekem is és mindenkinek, aki ezt a lehetőséget megkaphattam, mégpedig azért, mert egy egészségesebb apa, meg egy egészségesebb férj van otthon, és ez mindent fölülír, tehát nekem nem elvette a kedvemet, hanem meghozta a kedvemet a sporthoz, és az ökölvíráshoz is. Mindenki ezt mondja, tehát aki szerepelt egész... ebben a Starbucksban, mindenki azt mondta, hogy ők ezt folytatni akarják. Ez így is van, és én azóta is voltam, már többször edzésen járok is le, egy fantasztikus közösségnek lettem a része, nagyszerű dolog belelátni abba, hogy hány és hány fiatal embernek jelente sokat. Az a közösség, ahol nagyszerű edzőkkel, én Terebesi Csaba vezetésével és Horváth Feri vezetésével készülhettem föl Veresegyházon, és egy csomó olyan kisráccal, kölyökkel, akik 12 éves srác szembe jön veled, és 4 évvel többet boxolt már, mint te. 8 éves kor óta csinálja, és jóval jobban ért hozzá. Alapvetően én azt kérdezném meg egy csomó embertől tőle is, hogy mi a francnak vállalja ezt valaki? Elsősorban azért, hogy kilépni a komfortzónából, tanulni. De miért a komfortzóna, az egy divat szó, olyan, mint a karamellizálás, az egy divat szó. miért akarod mindenki kilépni? Basztus, én k***ból meg vagyok a komfortzónában. Igen, de nem vártam sok új dolgot tanulhat az ember. Mondod neked megmondod valami, az őszintét? Megmondom az őszintét. Szóval mentünk haza a meccs után, és akkor Lóci egyik szeme sírt, másik meg nevetett. Hát sírt apuka miatt, de nevetett a Prala miatt, mert ő meg nyert. Ugye. Mentünk haza a kocsival, és akkor azt mondta az én 17 éves fiam, hogy lehet apa, hogy eznek azért kell így alakulnia, mert kicsit vissza kell vegyél az egódból. És ezen én komolyan elgondolkodtam. Ne gondolkozz el ezen, szerintem ezt most ő direkt nyomta, ezt a Prala miatt nyomta neked. Szóval, hogy ne vegyél vissza az egódból. Eszemágában nincs, azt mondta, elgondolkodtam rajta. Aztán megjött a megoldás, szó sincs róla. De sok mindenen el lehet gondolkodni, és nagyon sok mindent tehet hozzá az ember életéhez. Úgyhogy én mindenki előtt le a kalappal, aki vállalta, aki végigcsinálta a felkészülés 8-9 hónapját, azt az életmódváltást, a komfortzónára visszatérve, az, hogy tanulsz valami újat, valami olyat, amihez eddig nem értettél, az egy jó dolog. De elmentél még egyszer, a Cutor Zoli ellen is elmentél. Igen. Cutor Zoli ellen is elmentem, az egy gála mérkőzés volt már. Gála? Ez a második, igen. Egy meccs után jön a gála meccs. És... az volt egyébként... Nekem is volt best of lemezem. Ez a best of lemez, ez olyan, mint hogy az első meccs után két héttel Cutor Zoli ellen gála meccs, az volt a neve, a nagy visszatérő. És amikor annak is TKO lett a vége, akkor azt kérdezték utána egy szerkesztő, hogy te hallottam, hogy kiesett az egyik ember a nehéz súlyból, a döntőben mi lesz, hogy esetleg visszatérsz oda is, mint a legnagyobb visszatérő? Ti néztétek egyébként, Szonya? Starboxot néztél-e? Nekem nincsen tévém, úgyhogy magunkat se fogom tudni visszanézni, de mivel ott van az Instagram, ezért ilyen klippeket azért látok. Én boxoltam egyébként. Én egy olyan 2-3 évig boxoltam. Igen. Engem nem hívtak el a Starboxba, mert félnek tőlem. Elvállalnál? Engem egyszer hívtak. Nem vállalnám el valószínűleg. Ne csináld már, Bandi! 17 évvel ezeket, Kokó, amikor az elsőnél még hívottam, mondom, Kokó, látsz engem? A Csonka Bandi lett a top komment, mert amikor megjelent, hogy én kitettem a szintén Instagramra, hogy akkor megyek a Starbucksba, Bandika oda kommentelt, hogy csak ahogy tanítottalak. És mit kaptam érte? Egyébként, Évi, te ezt igazi sportteljesítménynek tartod, vagy ilyen celebbóckodásnak? Ha 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 ha
Hát nehéz, ugye, mert volt egy párizsi olimpia, erről beszéltünk előtte, most pedig, hát nem tudom, én... Óriási dolog biztos az, egyrészt, hogy elkezdenek mozogni, ezzel egyetértek. Az, hogy kiálljanak és üssék egymást, én ezt nem tudom. Én azt nem tudom, és arra lennék kíváncsi, hogy egy igazi boxoló, aki 15-20 évig készül egy óriási sikerre, az hogyan érzi az ő mozdulataikat? Mert lehet, hogy az egész egy ilyen tök amatőrnek tűnik. Nem az, hogy annak tűnik, ez az feltétlenül. Oké, tehát hogy én ezt nem látom benne, de biztos vagyok benne, hogy az életmódváltás, amiről ők beszélnek, nekik ez a műsor kell. Neked, meg nekem nem kell ehhez műsor. Mi anélkül se változtatunk azon az életmódon. De csodálatos dolog, és én látom, hogy azért rengeteg fiatal, és egynek nagyon nagy jelentősége van. És nagyon hálás vagyok ennek a műsornak az, hogy legalább a gyerekek elmennek sportolni, és ennek van igazán nagy értéke. Nekem azt mondták most az edzőim, hogy nincs hely, nem tudunk már hova betenni gyerekeket, mert mindenki sportolni. Igen, most új sportműsorokat kell csinálni. Például úszunk együtt. Sztársak. Úszunk együtt. A sztársak. Na, gyerekek, beszéljünk egy komolyabb témát. Máról, illetve annak lesz egy ilyen morbid fejleménye, és ezt vitassuk meg. Ugye az mindenki tudja, nagyon sok balesetet okoz az, hogy egyre többen közlekednek úgy, gyalogosok, rolleresek, biciklisek, hogy fülhallgatóval a fülükben nem hallanak semmit, átmennek a zebrán, vasútátjáró, stb. És ez emiatt ugye ez sok halálos tragédiával szolgált ezen a nyáron is. Például vonat átjárónál bedugott füllel mentek át fiatalok, és váltak áldozattá. Most erre egy nagyon morbid dallal és videóval reflektált egy brigád, őket úgy hívják, hogy Kretének featuring Bandi. Nagyon megosztó lesz. Új zenekarod van? Nézzük meg, és utána vitassuk meg. Három nap alatt két fiatalt gázolt el a vonat. Mobiltelefonját zenét hallgatva, telefonjával foglalkozva gázolt haza halálra. Nézzél jobbra, nézzél balra. Fülhallgatót juttatott bajba, én nem gondolom, hogy megéri GVM-re megdögleni. Kérlek, ne dögöljél meg, előtted még az élet. De jön a vonat, és nem hallod, nincs még egy utolsat, nincs még ennyi van. Ez még megy tovább. Igen, mondtam, hogy nagyon-nagyon megosztó lesz. Voltak megdöbbenő arcok, voltak röhögések itt ebben a körben. Nyilván ez egy nagyon-nagyon groteszk képsor. De valami célja van. Óriási felháborodást keltett, ízléstelen, az áldozatokat kigúnyoló, érzéketlen, a gyászolókkal szemben írják. Ezt egyáltalán nem gondolom. Szerintem sem. Szerintetek mi volt itt az eredeti szándék? Tehát ez egy kattintás vadász. Az eredeti szándék az mindenképpen szerintem a figyelemfelkeltés. Ezt ne felejtsük el, egyébként most egy nagyon fontos üzenetet fogalmaztak meg az alkotók, ez a zenekar a klip alatt. Tehát ezt el lehet olvasni, tehát ott azért teljesen normálisan, higgadtan, és elnézést kérnek azoktól, akiket ez megbántott, de azt szerintem, azt mindenképpen, bár én nem vagyok a trashnek egy rajongója, egyáltalán nem vagyok rajongója, de azért azt el kell ismernünk, hogy egy más világot élünk. Emlékezett vissza, gyerekkorban kiírták egy plakátra, hogy az alkohol öl, butít és nyomorba dönt. Milyen hatása volt annak? És milyen hatása lehet ma annak, hogy kiírnak egy plakátra? Te életerő egészség. De igen, tehát ezek úgy benne, igen, tehát érted? Ma már más az inger küszöb. Meg kell ütni ezeket a dolgokat, és lehet, hogy ez az egész pont azokhoz a fiatalokhoz jut el a trash nyelvén, akiknek szól, akiknek üzen. Egyet értek veled, Bandi. Igen. Köszönöm. De tökéletesen jól mondtad,
én nekem primitív egyébként ez az egész, de amit látok. Szándékosan az. Igen, ezt akarom mondani, igen. Hogy nekem nem a világom, ugyanígy nem szeretem a trash-t, nem a... Viszont azt látom fiataloknál, akikkel találkozom a környezetemben, hogy ezek a dolgok mennek. Tehát az ilyen típusú, ilyen színvonalú, ilyen feldolgozottságú dolgok. Tehát akkor ez a klip, ez egy jól szándékú gúnyolódás. Én szerintem ez nem rossz szándék. Az áldozatokat semmiképpen nem gúnyoltak. Az más kérdés, hogy ez egy klip, azért gúnyolt, többek között azért nem voltak... érzékenyek az áldozatok hozzátartozóival szemben, mert állítólag voltak a klipben eredeti helyszínek is. Ja. Tehát, hogy ilyesmi, nem az egészet játszottuk le, ja, tehát igen, ennek volt még további része is. De... az egészet alapvetően én ízléstelennek tartom, de hogyha így lehet eljutni fiatalokhoz, és el lehet ezt az üzenetet hozzá, vagy fiatalokhoz, idősebbek, ezt tök mindegy kihez, célcsoporthoz, el lehet juttatni azt az üzenetet, hogy figyeljenek oda, és ne legyenek áldozatok. Jó, de nem így, akkor hogy? Tehát akkor tud-e valaki választ adni arra, hogyha nem így jutnak el az üzenetek, akkor hogy jutnak el? Az énekes egyébként, ahogy te is mondtad, bocsánatot kért aztán, és azt írták, hogy ha akár csak egy életet sikerül megmenteni ezzel a görbe tükröt tartó társadalmi kritikával átszőtt zenei videóval, akkor már megérte bárki bármit is mond. Sajnos, ha mindezt egy érzékenyítő podcast formájában próbáltuk volna meg átadni, az üzenet nem jutott volna el az emberekhez. Hát a másik meg, hogy amikor le van írva valami, tehát már nem olvasnak el szerintem nem. egy posztot, meg nem fognak meghallgatni valamit, hanem ez, hogy ennek van egy vizuális, erőteljes vizuális, és azt gondolom, hogy azért vált ki nevetést, mert kellemetlen az egész, és attól, hogy hát, ha úgy jut be esetleg, hogy azt érzed, hogy ha, ez nagyon vicces, de lehet, hogy azért ezt átgondolom, hogy nem én akarok ott feküdni a sineken, és mondjuk kihúzom a füldugómat, vagy körülnézek kétszer, de hogyha ezt nem tudod leírni, úgy, ahogy kirakod a táblát, hogy az alkoholölés buti, meg nem benne, azért van benne azért a mellett, hogy a trash, azért van egy pici nehezebben érthető irónia és humor. Igen. Tehát azért tehát eleve az, hogy ott áll a szintetizátorról a fűvön, a sín mellett, az önmagában mind kép. Hát ez egy figyelemfelkeltés. De az a baj a társadalom nagy részével, hogy az idézőjeleket egyáltalán nem érti. Igen, csak nem a társadalom nagy részét érinti ez. Hát tehát most, hogyha itt, nem tudom, Kovács Őrnagy kiáll, és valahonnan hátulról fölolvas egy szöveget hangsúlytalanul, és akkor jön az ORFK logója a tévében, igen. Az nem jut el ahhoz a tínédzserhez. De ez... volt ez a reklám a 80-as években, a Kaszkót akarok című reklám. Emlékeztek? Az a lényeg, hogy megy egy autó, baromi gyorsan, hadonál, nem tudom, beszél az ember, és egyszer csak van egy kanyar, és tovább megy a kocsi, és kirepül a kocsiból, és talán lóg egy faágon, hogy Kaszkót akarok! És aztán ugye fölébred, azt hiszem, ez egy rossz álom, hogy nem kötött Kaszkót. De ez is, én nekem a mai napig ez a reklám, ez annyira benne van az agyamban, és beleégett a retinámban. Nekem unikum reklám van benne az agyamban. Nagyon-nagyon kétségbe esett helyzet az is. Szörnyű szituáció, egy rossz rémálom. De az nem maradt. Szinte ugyanaz. De azt akarom ezzel mondani, hogy tökre beégett, hogy ja Istenem, leassítok a kanyarnál, mert azért más kérdés, hogy biztosítást kötök-e, vagy nem kötök. De hogy itt ülök, érted, 40... évesen is, és... Igazad van. De Kristóf, téged például mivel lehetne rávenni, hogy ne így áll előadás előtt? Tehát, hogy inkább egy ilyen Müller Cecilia DVD-től az operatív törzs küld neked egy ajánlást, vagy mondjuk egy... De majdnak az út szélén. Vagy mondjuk egy Lumen Prala reppel, tehát elfogyott a jó rum, megszívta a fórum. Melyikre kapnád fel inkább a figyelmed és néznél magadba? Hát nézzétek, nálunk a színház világában ma már azért nem fordul az elő, hogy az ember iszik előadás előtt. Én láttam annak idején ilyet. Ne nézzél irám, Bandikát. Már nem lehet alkoholt kapni a büfékben. Csak jó, hát a Vígszínet azt megoldották. Volt egy kollega, azt mondta, hogy kis kávét kérek, aranyom, kis kávét. És akkor a kávés csizébe ment az unikum, tehát ez tökéletesen működött. Igaz, hogy akkor ott a Ludas Matyi előadásban nem azt mondta Döbrögi bácsi, hogy na gyere Matyikám, pattanj fel ide a bakra, hanem azt mondta, gyere Matyikám, kattanj fel ide a makra.
Vigyázni kell az arányokkal, tehát, hogy mondjuk az ember... Hozzám szerintem ez a lümenprolás, ez lenne az, ami igazán elérne. Na, gyerekek, jövünk mindjárt egy reklámblokk után vissza. Most azt kéne eldöntenünk, hogy arról beszéljünk-e, hogy a Havas tanár úr megpróbálta kioktatni Szoboszlai Dominikot, hogy ne Lamborghinizzen Budapesten. Dominikt. Ne Lamborghinizzen Budapesten. Vagy a szülésznők ajánlása az anyáknak, akik még mielőtt elmennek szülni a kórházba, miként kell, hogy ellássák a férjüket. Szerintem mind a kettőben kicsit belecsippentünk. Szeretném, mind a kettőben egy kicsit. Meg mit mondasz, a szülőnőknek? Hát nem, olyan sok. Szönnya. Szerintem a szülőnők az jobb téma egyébként. Mit üzennek a szülőnők Havas Henriknek? Jövünk mindjárt, és akkor kibogózzuk. Itt is vagyunk egy rövid szünet után. És akkor, Szonya, melyik témát szavaztuk meg? Azt hiszem, hogy a szülőnők témát szavaztuk meg, mi, mint szülőnők. De miért a Krisztus a gyerekei kapja? Igen, és Havasról nem akartatok hallani sem. Nem, hát ez itt talán túlzás, de... Hát ezt beszéltétek a szünetben, de én ezt elfogadom. Abban maradtunk, hogy csak az Istán hazudunk, Kristóf. Igazad van, igazad van. Na, képzeljétek el, egy kismamáknak osztogatott tájékoztató füzetben nem csak ahhoz adnak tippeket, ez most került így forgalomba, hogy milyen hazajövős pakkot készítsenek össze az újszülött számára, hanem azt is javasolják a szülés előtt álló nők, hogy ne feledkezzenek meg az apáról sem, és a kiadványban a következő mondat szerepel. Gondoskodjunk előre apáról is. Nem árt felkészülni otthonra több napi étellel és néhány kivasalt ingel. Na, tehát amikor már 8 és 8,9 hónapos vagy, akkor ugye azt kérik, hogy, hát hogy kezdjél el... Hát nem akkor, én tehát alapvetően szerintem, hogy a felvetés nem jó, mert nem azt mondták, hogy akkor, valamikor az, ebben az időszakban kezdj el apáról előre gondoskodni. Na de nem, hát ez arra az időszakra vonatkozik, amikor nem vagy, nincs otthon a hölgy, addig kórházban. Igen, ezért előtte felkészül. Akkor azért mondja. Hát mikor korábban, hát azért pár nappal előtt, tehát ingeket nem vassasz 4 hónappal előre. Miért nem? Miért nem? Hát akkor függ, hány inge van. Hát igaz. Én feleségem évekre is vassal előre. Gondoskodik apáról. Na most mikor lesz egy következő gyerekünk? Ezt a kiadványt aztán valahogy átszerkesztették meg, visszavonták, de nem tudom, hogy arra emlékeztek-e, ez talán az 50-es években volt egy ilyen lista nőknek, hogy miként kezeljék a férjüket. Egy pár idézet ebből, csak azért nagyon-nagyon hajaz rá. Tervez előre, még előző este ezt a nőknek, hogy mire férjed hazaér, finom vacsorával várd, így tudathatod vele, hogy gondoltál rá, és figyelsz az igényeire. A legtöbb férfi, éhes, amikor hazaér a munkából, és egy finom étel a része annak a melegfogadtatásnak, amire szüksége van. Hozd rendbe magad. Pihenj 15 percet, hogy felfrissülve várhasd őt haza, igazítsd meg a sminket, gumizd össze a hajad. Ez komoly, ez így volt. Ez az 50-es években volt, azt hiszem mi is átvettük, ez egy amerikai, hát az amerikai nőknek ezt tanácsolták, hogy amikor férjük elmegy dolgozni, akkor így várják majd. De azért mondom, hogy egy picit olyasmi, legalábbis nekem. Na, gyerekek. Probléma? Hát semmi probléma nincs. Itt van ugye, anyák nincsenek, van két apa és van egy bandi. Milyen kategóriában vagyok most meg? Szóval. És én, viszont én, mint a szaporodás szakértő. Így van. Veled külön. Azt gondolom, hogy első megszorulóként kell, hogy... Nem, szerintetek ez a jó tanács, vagy idézőjelben jó tanács, ez a nők lealacsonyítása, vagy gyakorlatilag a férfiak maga tehetetlenségéről szól? Bocsánat, de ennek van köze a szülőnőkhöz, vagy a nőkhöz? Tehát ez szerint, tehát hogy most... Ez szülőnők, anyák, a szülőnők. Magyarul, ha nem szülünk, akkor nem kell kivasalni az ingeteket, és nem kell a család főzni. Így van. Akkor ez jó, az jó. Jól értelmeztem. Nem, Szonya. Én fel vagyok
vagyok mentve. Szonya, de kell mindig csinálnod ezt. Ezt mondom. Tehát csak ha elmész most... szűnni, akkor kiesel a forgalomból. Érted? Ja, hogy akkor előre kell főzni. Igen. Tehát, hogy akkor főzd már előre, hogyha már ekkora hasad, azért, hogy apának legyen mit ennie. Na, én elmondom, de ennyire éhesek voltak olyankor? Nem csak olyankor vagyunk éhesek, általában éhesek vagyunk, és szeretünk ugye a legalább negyed órát pihenő, szépen kis minket feleségünkhöz hazamenni, aki ugye tálalja, szervírozza az ételt, amikor a munkából hazaért a férfi. Na szóval komolyra fordítva a szót, én azt kell mondjam, hogy ugye ez szól arról is, amit Gábor mondtál, hogy igen, hogy a pasikat teljesen hülyére veszi. Tehát, hogy vagyunk, magatehetetlen barna. Magatehetetlen, teszetosza beszélni, nem tudó, rupótlan barmok, akik ülünk otthon, és valószínűleg éhen is halunk abban a három napban. A büdös, koszos ruhánkban. És ez a vége, és a büdösen, koszosan, éhesen, ott akkor meghalsz. Szóval ezt is, ameddig elmegy szülni az asszony. Szóval ugye ezt is jelenti. Másfelől azt kell mondjam, hogy ezt aláhúzom, hogy mennyire van benne igazság, hogy az én feleségem olyan csodálatos módon készült mindig az ő szülésére, hogy ő nem olvasta ezt a kisokost, de ő magától nagyon fölkészült, arra kivasalta az ingeket. De nem hülyeskedik. Tehát valószínűleg, tehát élek a gyanúperre, hogy kicsit ilyennek láttok ti lányok minket, férfiakat, hogy miközben van ez a hazajön meg a vadászat, meg a boxol, meg de közben egy rakás szerencsétlenségnek láttok minket tulajdonképpen, akik alkalmatlanok vagyunk az egyedül való életre. És ezt még le is kell írni. És aztán utána meg lehet sértődni az egészen. Szóval azt kell mondjam, hogy nálunk, amikor eljött az a pillanat, hogy hajnalban a feleségem keltegetett a legutóbbi gyermekünk érkezésekor, hogy azt hiszem most kell indulnunk a kórházba, mert elfolyt a magzatvíz, akkor én ugye fölébredtem, és már a pakkok azok össze voltak készítve hetekkel korábban, hogy amikor ő elmegy, nem lesz itthon másnap délután, itt van egy meglepetés még Leventének, aki majd addigra haza fog jönni a nagyitól, ezt a meglepetést adod, mert ennek fog örülni délután, este meg fogja kérdezni, hogy csak egy meglepetés volt, akkor ad neki ezt is oda. Szóval, hogy olyan fantasztikusan tudva, ismerve a mi mindennapjainkat, olyan szeretettel és előre gondolással készült ő erre, és természetesen egy apukának meg az a dolga, meg egy férjnek, hogy készüljön előre, és ő is lepje meg a feleségét, és készüljön fel, és ugye mi nem kivasaljuk az ő otthonkáját, de az a nő munkaruhája, igazad van. Hát most egy veszünk, azt mondod, hogy az Instán hazudunk csak. Igen. Most akkor ezt komolyan vettem. De látod, te rengeteg szülés. Az első gyereknél még trehány volt a feleséged, ugye? Hát az első, az semmi. A szavakat nem találok. Hát most ez a lényegtelen másik, ez egy dolog. De a trehányság itt a lényeg. Egyébként esett a hó. Hát hogy lett hóesésben, ugye? Szülni. Beindít ez egész. Ugye nekem ki kellett vezetni telkibe. Ugye az autó... Nem volt téli gumi. Hát de telkiben nagyon szar télen. Igen. Hát, igen, szóval... Ott nincs meleg. És tudod, milyen rossz télen telkiben szülni? Próbáltad már? Télen telkiben szülni milyen rossz? Igen, de oda vezetni, ugye, az se semmi. De vezetni próbáltam oda. Másokból kifolyólag. Minek kell a téliről gondoskodni, hogyha télen fogsz ülni? Is. Meg akkor ez a logika, nem? Hát tehát téli gumi fent legyen már, kocsikulcs kikészítve, megfőzve. És mi van, ha egy hónap múlva szül? Mi lesz azzal a kajával? Te ezzel gondolkodom végig, minden. Hát kit érdekel a vasalt? És a mindenit? Éj alap a vasalt. Szóval, föl kell készülni. Neked, ha már elkezd bugyogni a magzatvíz, mi az igényed? Nézd, én halas vagyok alapvetően. Amihoz ilyen fehér volt isunk. Ha már kérdezem. És én rétegesen kell öltözködni tényleg,
Szerintem ez alap. Gyerekek, az is lehet, hogy semmi baj ezzel a tanáccsal, mert mi Magyarországon, mi ilyenek vagyunk. Itt mi van így élünk. De tényleg, nem? De ilyen a társadalmunk, nem, Szonya? Most már tudom, hogy mit kell, mire kell felkészülje. Gábor, mit fogunk kapni ezzel megint? Jézusom! Nem, semmit soha. Jézusom. Semmit nem olvasok. Jó, Istenem. Na, nézzük most itt a férfiakat. Jaj, de jó. Bandi, Bandi, neked ugye... Vasaljon nekem folyamatosan, éjjel-nappal, szülés nélkül. Bandi, de neked ez megvan. Neked ott van a nénid, aki dobozolja a kajákat és vasal rád. Ne, várjál, már válasszuk külön. Van a néni, egy hölgy, aki a kaja, és akkor van az Éva, aki pedig aki segít nekem a takarításban. Egyik se terhes, ugye? Jó. Én nagyon remélem, hogy nem. Arra nincs idő egyszerűen. Jó. Gyerekek, de azért ez nagyon, most azért jó, hogy örülünk, de ez nagyon kellemetlen az egész. Mert borzasztó, hogy ez egy ilyen nyomtatás, megjelenik egy ilyen jó tanács. Igen. Nem kellemetlen? Nagyon. Tegyük fel, a te feleséged nem menne szülni most. Tegyük fel. Hát te pontosan ez a férfi vagy, akiről itt írnak. Egyáltalán, de nem akarom ezt ilyen szabályban, utasításban, nyomtatásban látni ezt a hülyeséget. Ez nem szabály, ez egy jó tanács. Ez a baj. Férfiaknak van tanács papíron, hogy mit csináljanak a szülni menő feleséggel? Írnál egy listát? Lehet, hogy írnék egy listát, tehát akkor már legyen fair a dolog, nem? Igen. Tehát ha vannak pontokba szedve a nőknek tanácsok, akkor a férfinak is, hogy várja haza azt a nőt a friss babával, nem? Tudnék mesélni egyébként, meg hát sőt, a készülés, a szülésre, ott is rengeteg dolga van egy férfinak. Én azt gondolom, más az, hogyha vannak gyerekek, akiket otthon hagy az anyuka. Tehát hogy ez kölcsönös alapon jó, hogyha működik, de hogyha kölcsönös alapon normálisan működik, akkor egyébként ezekkel a jó tanácsokkal alapvetően semmi baj nincs. Akkor szerintem prüdéria ezen annyira kiakadni. Meg kéne csinálni a férfiaknak is ezeket a jó tanácsokat, ebben igazad van. És úgy teljes a képlet, meg úgy kerek az egész. De szerintem ez teljesen életszerű. És nyilván nem csak a feleségnek kell a férről gondoskodni, a férnek meg a feleségről, hiszen ezért ők egy egység, ezért ők egy család. Ezt tényleg le kell írni? Én mindig itt vagyok leakadva. Egyáltalán kell írni. De most őszintén, ti mentetek, ugye? Tehát, hogy mindkettőtök megmondják. Tényleg nem tudtatok életben maradni 3 napig? Tehát kerestétek a hűtőt, vagy nem találtatok az ágyat, vagy mi volt a gond? Nem, most a Bandiról beszélsz, nem rólam. Kikérem magamnak. Gáborral mind a ketten éltünk huzamosabban, úgyis, hogy nem volt éppen párunk. Tehát azt gondolom, hogy mi ilyen szempontból ki vagyunk képezve. Igen. Úgyhogy ezzel nincsen gond, de én szerintem például Bandira, hogyha nézek, most itt csak... Az ő esetében például nem tartanám ezt egyáltalán indokolatlannak, hogy az, hogy valaki gondoskodjon rólad még azokban az órákban is, amikor... Rendben van, gondoskodjon, de ne haragudjál, erre nem szólítok föl senkit, és milyen, ez, hogy szolgáld ki az urodat akkor is, amikor neked már tényleg ott vagy, hogy már a szülőszoba kapuja, ajtajában állsz, és még mindig amikor arra gondolkodjál, kapujában állsz, akkor pont, hogy nem kell, a sót, azért kell előtte megcsinálni, hát erről szól, akkor nem értetted meg a lényegét. Jó, én szakszervezet vagyok most a nők mellett. Nem azt mondták, hogy menjél haza, amikor már mennél be, és akkor vasad közé, de az előtte legyen már kivasalva. És vigyázz, mert komolyan vesznek, hála Istennek téged most. Tudom, én már ezt feladtam. Nekünk ugye még nincs gyerekünk. Ha teherbe esnél, hajlandó lennél készülni rám? Mire, hogy teherbe esek, vagy utána? De az utolsó napok korázalat, hogy néznének ki? Igen. Semmit nem hagyok otthon neked, találd fel magadat, mert én a te gyerekedet fogom megszülni, és készülj fel arra, hogy neked kell felnevelni. És ez egy alap dolog, hogy te is életben maradj, ha nem vagyok ott. Hogy bízom rád a gyereket, ha nem leszek otthon? Ha egyébként nélkülem se vagy el? Ez nem semmi, felmerül ez a... De azért ez nem semmi... Mondjam tovább! Hát én most elmondom... És ott lesz a kutya! De várjál, ott van a kutya! De itt most a Gábor mi csak... A kutyának lesz kaja, kikészítve! A kutyának lesz kaja, oda lesz hívva! Biztos volt, és ki lesz vasalva a kis ízé, kis kutyaháza! Marcipán, ha este nyűszök, simogasd meg! Hát de várjál, a Gábor csak megpendítette ezt egész gondolatmenetet, és te már...
hogy mi lenne, mit csinálnád te, és már egy ilyen letorkolás kapott tőled, szóval, hogy azért nézzetek magatokba. Nézd, én nem árulok zsákba macskát, így legalább ő is tudja, hogy mit vesz. Igen, de mondom, csak egyszerűen csak szóba került a vasalás meg a kaja, és abban a pillanatban a te gyereked! Így van, nagyon van gyerekek, nagyon-nagyon szépen köszönöm, óriási este volt. Köszönöm szépen Risto Babynek, Oroszlán Szonyának, Németh Kristófnak és Szonka Bandinak. Remekül indítottuk ezt az évadot. Találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra, éjszakát.